hallgatni azt, amit az államtitkár arról mond. Világos? Igen, világosan beszéltem, mert úgy látom, nem érti meg. Pedig 2×2=4 ilyen egyszerű. Önnek nincsen joga bekiabálni másoknak a mondandójába. Legyen szíves végighallgatni azt, amit az államtitkár úr mond. Legyen szíves végighallgatni, mert konzekvenciái lesznek. Jelzem, folyamatosan, provokatív módon zavarja az önnek válaszolókat. Nem volt olyan felszólás önnek, hogy amikor válaszolt volna az államtitkár úr vagy a miniszter úr, akkor ne kiabált volna folyamatosan közbe. Ez a parlament nem egy kocsma. Nem egy romkocsma a 7. kerületben. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt árnyékminiszter úr, tisztelt ház. Ön eszmét szeretett volna cserélni a köznevelés kérdéseiről, a tisztelt képviselő, akkor esetleg itt kellett volna lenni végig a parlamenti vitanapon, amit az oktatás kérdéséről rendeztünk. Ön beviharzott, elmondta a beszédét, majd kiviharzott a teremből. Mi itt voltunk végig, és egy politikus kérdezem meg, akkor politikust, akkor kérdezem minket, tisztelt képviselő. Itt volt egy egész parlamenti vitanap. Ön miért nem élt akkor ezzel a lehetőség, hogy kérdezzen? Lehet köztisztviselőknek is leveleket írogatni, megteheti ön politikusként, de politikusként talán ferebb, hogyha egy politikustól kérdez, és nem köztisztviselőket próbál bármilyen módon nyomás alá helyezni, vagy politikailag megtámadni. Ön arról beszél, hogy normális országban sztrájkolni lehet. Magyarország is egy normális ország, tisztelt képviselő. Sztrájkolni lehet. Annyi a feltétele, 5 nappal korábban be kell jelenteni, hogy sztrájkolni szeretnének, 3 nappal korábban be kell jelenteni, hogy hányan vesznek részt a sztrájkban, és 1 nappal korábban az intézményvezető meg tudja állapítani, melyik órák lesznek megtartva, melyik órák nem lesznek megtartva, hogy van megállapítva a gyermekfelügyelet. Ahol nem lehet mondjuk sztrájkolni, ez például Németország. Ön szerint Németország nem egy demokrácia, ön szerint Németország nem egy jogállam, tisztelt képviselő úr. Ami a pedagógus béreket illeti. Tudja, mi a közös? Arató Gergelyben, Gyurcsány Ferencben, Hiller Istvánban, Molnár Csabában, Olá Lajosban, Gyé Németh Erzsébetben, Vadai Ágnesben, Varjú Lászlóban. Túl azon, hogy ön körülülnek, körülbelül egy körbe is veszik önt itt a parlamentben. Tudja, mi a közös bennük? Ők mind megszavazták a pedagógusok bércsökkentését. Mind. 1-től 1-ig. És ön ebből a koszorúból feláll, és azt mondja a kormánynak, hogy legyen béremelés. Mi azt mondjuk, valóban legyen béremelés. Lesz is 10%, de szeretnénk nagyobbat is. Szeretnénk 21%-osat a 10%-os helyet jövőre. Jövő után 25%-ot szeretnénk a 10%-os helyet, és aztán pedig 29%-osat. És amikor önök itt szavaztak, akkor már ön is, akkor már nem húzhatja ki magát, hogy csak a többiek voltak itt, akkor önök mit is szavaztak? Kiírták a Facebookra. Rendkívüli, a DK az egyetlen párt, amelyik ma nemmel szavazott a parlamentben. Na akkor szavaztunk azokról a feltételekről, amelyek megnyitották az utat a magasabb pedagógus béremeléshez szükséges forrásokhoz. Na akkor ön nemmel szavazott a pedagógusokra. Hozta az árnyék miniszterelnök asszonyt, Dobrev Klárát. Őtől is hadd idézek egy idei friss idézetet. A pedagógusoknak nincs szükségük választás előtti kormányzati bizsura, ezt mondta 1 évvel ezelőtt a pedagógus béremelésre. Hogy nincs szükség erre a kormányzatban. De ha már ennyit bekiabál Arató képviselő, úgy idézném neki önmagát is. Ugye ön mondta azt, amikor az önök ideje alatt demonstráltak, hogy a tüntetés nem jó válasz a problémákra, a tárcát pedig a demonstráció nem tántorítja el eredeti szándékától. Önök tehát ezt mondták, hogy semmi nem fog változni. Arató képviselő úr. Mi úgy gondoltuk, hogy amikor egy ciklus elején vagyunk és hosszú távú terveket lehet az asztalra tenni, akkor kérdezzük meg először erről a pedagógusokat. Első körben válaszoltak 25 000-en, a második körben pedig 33 000-en. Most pedig elindultunk, hogy kérdezzük meg a szülőket az oktatás fontos kérdéseiről. Ma reggelig 52 000-en válaszoltak erre. 52 000. Köszönjük minden válaszolónak. Az oktatásra indított konzultációban ezeket a válaszokat elküldték, még december 15-ig várjuk a válaszokat, mert mi meghallgatjuk őket. Önök azt mondták, hogy nem hallgatnak rájuk, viszont minden magyar szülőnek és minden magyar pedagógusnak kikértük a véleményüket, mert őket szeretnénk szolgálni. Köszönöm szépen. Államtitkár úr válaszát. Szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy mikor emelik meg tisztességgel végre a pedagógusok bérét. Nézzen ide, miniszter úr, mert nem fogja látni ezt a jó kis ábrát, amit hoztam. A pedagógusok bére a diplomás fizetések arányában OECD adat. Megkérem, hogy szíveskedjen elrakni. Magyarország, megmutatom ezt, az utolsó rubrika Magyarország. Válaszoljon, miniszter úr, legyen szíves, hogy mikor emelik meg tisztességgel a pedagógusok bérét. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az azonnali kérdésre Navracsics Tibor miniszter úr válaszol. Önő a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt képviselőtársaim. Válaszolok én, csak ahhoz az kell, hogy befejezze a felvezető kérdését. Az Európai Bizottsággal kötött megállapodásunk értelmében 2023-ban a pedagógusok átlagfizetése a diplomások átlagfizetésének 64,7%-a lesz, 2024-ben 71,8%, 2025-ben pedig 80%. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy 2025-ben, ha maradnak a mostani kereseti arányok, akkor a diplomás átlagbér 2025-ben bruttó 972.901 forint lesz, a pedagógusok bére pedig átlagosan 777.673 forint. Köszönöm szépen a figyelmét. Köszönöm miniszter úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak, parancsoljon. Ugyan miniszter úr, tényleg ez annyira megalázó, botrányos és aljas, amit a kormány képvisel. Értem, hogy most önt jelölték ki, hogy akkor itt szenvedje el azért, mert nem kapta meg Magyarország a 3000 milliárd forintot az Európai Uniótól, tehát büntetés jár önnek, mert ön tárgyalt, de attól még ez egy nagyon aljas dolog. Egyrésztről ez még csak egy átlag, tehát a 80%, hogy a pénzügyi szektor az lehet, hogy a legteteje, de akkor is micsoda megalázó dolog az, hogy 80%-át akarják majd 2025-re, aztán majd biztos változik ez meg amaz, mert Matolcsi Györgynek ugye most már 6 millió fizetése, miközben egy pedagógus átlagfizetés az 230.000 forint most, tehát elképesztően tényleg botrány, amit önök csinálnak, a kirúgásokról nem is beszélve, most figyelmeztettek a Fazekas után a Berzsenyiben is tanárokat, azt hiszik, hogy ez egy budapesti probléma, az egész országot, a jövőnket teszik tönkre azzal, hogy az oktatást hazavágják és fenyegetőznek, bosszút állnak és megfélemlítenek ebben az országban. Köszönöm. Elég volt ebből, tessék. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszter urat, öné a szó. Szépen a szó, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony, én megértem az indulatát, de az nem jó tanácsadó. Ha ön azt kéri, hogy a jegybank elnöknek a fizetését szállítsuk le, azzal megint csak az Európai Unió haragját vívnánk ki, és azt semmiképpen sem tenném, mert ők a függetlenség egyik legfontosabb biztosítékát abban látják, hogy a kereseti viszonyait tekintve is a jegybank elnök kiemelkedik a többiek közül. Én magam pedagógus családból származom, magam is így úgy pedagógus vagyok, még ha a felsőoktatásban is dolgozom, ebből adódóan elhiheti nekem, hogy egyetértek a pedagógusok bérkövetelésével. Eddig ennyit tudunk most teljesíteni, ilyen időtávban tudunk teljesíteni. Annyit még megjegyezném, miért a fogalmakat véglegesen összekeverni, hogy a 3000 milliárd forint felfüggesztés, nem büntetés, hanem felfüggesztés. Az a pénz nem vész el, azt megkapjuk, azt nagyon szellemesnek tetszik lenni, azt meg fogjuk kapni abban a pillanatban, amint a végrehajtási időszakunk lezárul, március végére, ezt maga az Európai Bizottság erősítette meg a legutóbbi sajtótájékoztatón. Ha esetleg lemaradt róla, akkor javaslom, hogy nézze meg, megtalálhatják. Örülök neki, hogy ilyen érdeklődést látok ki Arató úr részéről is a hozzászóláson. Köszönöm szépen a figyelmet. Képviselőasszony, ha nem zavarom, legyen olyan kedves ezt a beszélgetést, vagy ezt a fotózást itt a magánbeszélgetést. Képviselőasszony, azt gondolom, hogy az ülés zajlik, ha lehet megkérnem. Ha megkérhetem, legyen olyan kedves elfoglalni a helyét. Úgy látszik, hogy nem értette meg az előző figyelmeztetést. A filmkészítést, képviselőasszony, a filmkészítést, meg a különböző Facebook posztokat legyenek olyan kedvesek, máskor készítsék el. Köszönöm. Ez az országgyűlés, ismételten mondom önnek. Befejeztem. Az egyetlen, ami működésben tartja az oktatási rendszert, a pedagógusok végtelen nagy elkötelezettsége, hogy a gyerekeinket megtanítsák és felkészítsék az előttük álló életre. Bocsánatot kérek képviselő úr, sajnos a karzaton rendzavarás történt. olyanok jelentek meg, akik politikai demonstrációt tartanak is, mivel a karzaton jelenlévőknek képviselő úr ön, aki államtitkár volt. Ne tapsoljon, Arató képviselő úr, mert önnek tudnia kell, hogy a ház szigorú szabályai értelmében soha a házban a karzat nem nyilváníthatott vélemény. Én kénytelen vagyok addig szünetet tartani, amíg a karzatról a zavartkeltők el nem távoznak. Arra kérem önöket, hogy tegyék meg, hogy távozzanak, mert van keményebb késztető eszközünk is. És nem szeretnék ahhoz folyamodni. És arra kérem képviselőtársamat, hogy legyen szíves, tegye le a fényképezőgépét, illetve ki fogom tiltani önt a mai ülésről, mert senkit nem lehet fotózni a házban az ő hozzájárulása nélkül. Akkor ugye legyen szíves, üljön le, tegye le a gépét. Tessék intézkedni. Felkérem az országgyűlés hivatalának munkatársait, hogy ürítsék le a karzatot. Képviselő asszony, botrányt okozni nagyon tud, de amikor vállalni kell érte a felelősséget, akkor nem törekszik az első sorba. Nincsen semmi. Nincsen. Képviselő asszony. Nem, most szünet van, tehát azért tudunk szabadon diskurálni, mert különben ön is házszabály ellenesen járna el. Figyelmeztetem, mert most már nincs szünet. Figyelmeztetem önt, képviselő asszony, hogy még egyszer figyelmeztetem, akkor kénytelen leszek innen kiküldeni. És tudja, kedves képviselő asszony, frakcióvezető, helyettes asszony, vagy pártelnök asszony, társelnök asszony, a becsület azt kívánná, hogyha valaki valamit rendez, azért vállalja is a felelősséget. Köszönöm.